Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol megint Bence a vendégünk. Sziasztok. A csatornán. Ugyanis a mai videóban a Bence videójának a párját veszük fel, ami a fiúk erre nem állnak készen. Esküszöm, olyan izgatott vagyok, hogy levert a víz, nem tudom, látszik-e. Az a kis maradék dolog, amit a lányok eddig eltitkoltak, most napfényre kerül. Ha Bence videóját nem láttátok, megint sikerült sírnom. Én nem is értem, tehát akármikor, hogy a csatornámon, te sírsz a nevetésre, de konkrétan potyogtak a könnyeid. Annyira vicces volt, hogy nagyon. Remélem, hogy az én részem is ilyen lett. Megpróbáltam olyan dolgokat kiszedni, amik jók lehetnek. Nagyon sokan írtatok, úgyhogy királyok vagytok, csajok, köszönöm szépen. Ha valaki nem látta volna a sztorimat, vagy Bence videóját még nem látta volna, az alapkoncepciónk ugye annyi, hogy olyan tényeket fogok mondani Bencének, amik a lányokkal kapcsolatosak, és a fiúk nem állnak rá készen, hogy ezt megtudják. Igen. Nálam például ugye volt olyan, hogy miért mondjátok, hogy nincsen semmi, amikor megkérdezik, hogy mi a baj, amikor mindenki tudja, hogy van valami. Ez lehet komoly, lehet vicces, lehet sokkoló is. Szerintem mindegyikre válogattam példát, úgyhogy kezdjünk. Kíváncsi vagyok. Az első dolog az egy bugyival kapcsolatos témakör. Igen. Ugyanis a te videódban volt, hogy amikor a lányok azt hiszik, hogy nem látjuk, hogy igazgatják a bugyókat, akkor igenis igazgatják, és látjuk. Nem én írtam. Tehát felolvastam, amit a nézők írtak, és ne spoilerezz már az én videómból, meg kell nézzék, hogy sírtál rajta. Erre szeretnék kapcsolni, ugyanis. Jaj. Nem minden lány, de nagyon sok lány tangát hord. Igen, ahogy nagyon sok fiú is. Nagyon sok fehér nemű gyártócég nincsen tisztában a méretezéssel. Igen. Olyan vékonyka kis bugyikákat csinálnak, okay, ami nem takarja el teljesen a kunanit. De szépen fogalmaztál! Oké. Okay. Ami azt eredményezheti, hogy a tanga az becsusszon középre. Igen. És vagy elég erősen, hogyha nem jó pózba ülsz, akkor a popitba is nagyon be tud vágni, ezért kell igazgatni. Uh-huh. De ugye gondolom, hogy a popis részt tudtad, a punanis részt nem tudom, hogy tisztában voltál-e velem. Én most egy kicsit itt próbálom feldolgozni a dolgokat, hogy nem gyártanak akkora bugyit, de annak mi értelme? Hát az, hogy elméleti szinten az jó, de mozgás közben az nem jó. És nem jön rá a gyártó, hogy az nem jó, mert nem takarja el? Tehát azt nem tesztelik le? Áldanom. És most döbbenek rá, hogy mekkora pokol nektek ezt átélni. Milyen lehet az, hogy járkálsz, így, hová? Akkor jön az igazgatás. Nálunk nincs ilyen. Mondjuk a fecske az elég erős. Tegnap az volt például rajta, hogy ott azért meg tudnak indulni ugyanúgy a dolgok. Anyway. Egy kicsit lightosabb, miszerint meg tudunk csinálni majdnem mindent egyedül, de az egótok miatt megkérünk titeket, hogy segítsetek. Na jó, ezt kikérem magam, ez tuti nem így van. Hagyjál már! Jó, a mi párkapcsolatunkban aláírom, hogy bármit meg tudsz szerelni, bármit össze tudsz építeni, tehát én nem tudom, az IKEA-nak az egyik fő összerakójával jöttem össze. Nem érnétek el, tehát konkrétan egyedül rakta össze a gardrób szekrényét, ami egy, nem is tudom, hogy magyarázzam, hogy mekkora, tehát az egész falat elfoglalta. Nyilván én Patrika valamennyire segítettem. A szerelés dologba aláírom, hogy te valahogy meg vagy áldva ezzel a képességgel, hogy ja, nem kell izé a leírás, hagyd csak égesd el, dobd ki, rájövök. De másba, mi az, hogy nincs szükséged? Ki tudjuk nyitni a befőttes üveget? Hogy nem? Ezt nem mondod komolyan? Ez most rossz, ez most vicc, de nem, abba befőttes üveget viccelsz. Hát ez egy klasszikus, hogy megkéri a nő a csávóját, hogy nyisd már hát ki. Hát pont ezért kérjük meg, mert klasszikus. Te most szórakozol velem, hogy ki tudjátok nyitni. Most nem tudom, hogy komolyan meg vagy edőmben. Hát persze, anyám hát is megkéri apámat, hogy nyissa már ki a befőttes hát üveget. Hát a anyukád is tudja a titkot. Ez most konkrétan fáj. De tényleg? Jó, az egy dolog, hát azt gondoltam. Tudjuk tölteni.
Tankolni biztos jobban tudsz, mint én, basszus, mert a múltkor Székesfehérvár mellett esküszöm, van Rebekának egy videója, 20 másodpercen keresztül kerestem, hogy hogy kell a dolgokat, aztán rájöttem, hogy önkiszolgálós a sztori. Megfogtam, beraktam a kocsiba, és nem megy. Nézem, nem tölti. Utána jöttem rá, hogy önkiszolgálós. Vajon mikor fog rájönni, hogy önkiszolgálóban vagyok? A befőttes üvegnél egy kicsit most lesokkolódtam. Jó, hát oké, jobbak vagytok, most nem tudok erre mit mondani. Ez becsület számomra, hogy ez fáj. Nekem is ugyanúgy fáj. Annyira jó fejek a csajok, akik követnek, komolyan mondom. Jó fejek, hogy konkrétan lehoznak az életről. Sokszor lefolytatunk egy komplett veszekedést egyedül a kádban például, hogy felkészüljünk rá. Hogy mi? Hát amikor egyedül vagy, valamilyen teljesen mindegy, hogy milyen felállításban, és készülsz valamire, akkor a lehetséges opciókat lejátszod a fejedben, hogy mindenre fel legyél készülve. Előre eltervezed, hogy én mit mondhatok, és te mit... Hát így aztán tényleg könnyű vitát nyerni, pláne úgy, hogy nálatok még ott van a... Na jó, hagyjuk kártya a végén. Ugye, amit mindig el szoktatok mondani, oké, hagyjuk, mi van arra, nincsen semmi kártyád, amit a kádba ki kellett találni? Esküszöm, ezt nem gondoltam nem volna. Nem gondolsz előre egy beszélgetést? Nézd ránk, 20 másodpercig próbáltam tankolni. Jó, nem. Javas. Mi a hívben, tehát a pillanatot megéljük, és ott pák, visszacsapunk itt valamire. Itt van a probléma. Majd következőleg... Ezen gondolkozott. Ez elképesztő. Ezek sokkal komolyabbak, mint gondoltam, hogy lesznek. Ez a kedvencem, ez csak egy ilyen villám. Attól, hogy nem értitek a nőket, az nem azt jelenti, hogy a nők hülyék. Bum. Én nem tudom, de hogyha valakinek van egy könyve arról, hogy hogyan kell megérteni a nőket, ilyen csítek, ilyen kódok, ezt nagyon szívesen elolvasnám, mert vannak dolgok, amiket... Cheat kódok a női nemhez. Van ilyen könyv? Jó lenne. De ez fán. De az a legrosszabb az egész, hogy nem értünk titeket, de nem is magyarázzátok el. Tehát, hogy ez egy kérdezitek? Ilyen... Miért nem elég kérdés, a mi a baj, válasz semmi? Hogy... De a mi a baj kérdésre nagyon sokszor azért nincsen válasz, mert valószínű, hogy ti magatok vagytok a probléma, vagy valami, amit ti csináltatok. És már az probléma, hogy nem jössz rá, hogy az probléma. De amikor megkérdezi valaki, hogy de rám haragszol, akkor minek kell azt mondani, hogy nem? Azért, mert ha meg kell kérdezned, hogy haragszunk-e rád, akkor nincs mit beszélni. Jogos. De? Arra meg most már csak annyit kérdeznék, hogy mi van, ezt nem beszélted meg magaddal a kádba? Ez rosszabb, mint hittem. Ez egy kicsit kellemetlen, de... Mennyire őszintem most, de olyan? Nagyon sokszor, igaz. Lehalkítjuk a zenét a kocsiban, hogy jobban lássunk. Egy-egy tolatásnál, amikor tudod, letekered, mert akkor jobban látsz, és nem tudom, hogy miért, de tényleg. Nem röhögök, mert én is leszoktam halkítani tolatásnál. Akkor jó. Tolatásnál muszáj lehalkítani, mert nem látok, érted? Ez egy... Az a baj, nem az, hogy nem látsz, hanem összezavarodsz tényleg, tehát hogy nem bírok figyelni, úgyhogy közben valaki ordibál. What? Jól van, oké, haradjunk tovább, értelek. Többen írták, mint gondoltam, hogy na. Bárki fogja. Értelmes mondat, bogozzátok ki. Amikor meleg van, akkor sokan hintőporozzák a ciciük alját, feneküket, vagy a combjuk közt, hogy ne izzadjon be, és ne ragadjon össze. Ezt gondoltam, és most néztem egy TikTokot, hogy egy csávó ajánlotta, hogy muszáj kipróbálni, mert nyilván azért nálunk is ugyanúgy, tehát izzadunk. Esküszöm, ki kéne próbálni, de akkor meg nem lesz hintőpor illatod, ami nem gáz, de azért mi mindegy, újszülött ott állok mindenki mellett. Szívesként, és... nem kell az egész tubust magadra.
got a power. Oh, shit. Te kicsit kiraksz. Azt, jó, hogy cici alatt. Jó, hogy mondod, mert sokat raktam volna. Gondoltam, mármint, hogy most tudtam meg, hogy ilyen amúgy van. És hát sokan írták egyébként, hogy cici alá például dezodort is szoktak fújni. Erre nem gondoltam volna. Arra mondjuk én sem. Hintőporoztad már magad? Persze. Esküdj meg! Tényleg? Hát elég húsik a combjaim, és egy-egy rövid nadrágba, amikor még régebben, amikor ennyire még nem volt húsi, akkor is összeért. És igen, mert... De ez ki tudja ám dörzsölni az egyik combod a másik combodat, oké? Okay? Jó, következő. Ez egy egyenlet lesz, és várd végig, amíg végigmondom. Hú, oké. Ha egyedül vagyok otthon, van, hogy csak úgy lekapom a melltartóm, és elkezdem vakarászni a cicieimet. Tehát a lányoknál a cici vakarás olyan, mint a fiúknál a golyó vakarászás. Szerintem agyvérzésem van, hogy mi lekapod a melltartót, és van olyan, hogy random. Ne haragudj! Meg volt a mozdulat is. Ugyanis minden egyes este, amikor egész nap melltartó van rajtam, az az első, hogy leveszem, és elkezdem magam. Nem is szoktál melltartót hordani most. Ó, már. Azért szoktam. Szerintem azért esetek többségében nem. Jó, értem, teljes mértékben értem. A lényegen akadtál fel. Egyáltalán nem akadok fenn egyébként azon, hogy szoktátok akarni a melleteket, nem döbbenek le rajta. Modern kori férfi. Meg elfogadó vagyok tényleg. A következő majd kiakadok, most eldöntöttem. Jó, jó. Múltkor TikTokon egy anatómiai terhesnő bábun láttad, hogy hogy születik a kisbaba. Igen. Nem nézted végig, mert azt mondtad, hogy úristen, ez sok, és tovább pörgetél. Nagyon sok. Viszont ugye azt tudjuk, hogy a gyerek feje honnan jön ki. Mert hogy az egész gyerek honnan jön ki. A gólya. Igen. Igen. És ugye az megvan, hogy a női test egy darabig tágul, igen. Viszont van, amikor nem tud tovább, és olyankor előfordul, hogy gátmetszést csinálnak, ami pontosan azt jelenti, jaj, nem áll. Hogy egy kicsit megvágják ott. Nem tudom, hogy akartam-e hallani. Az a baj, hogy meg volt a kiakadás. Az ilyeneknél mindig elképzelem. És utána az, hogy összevarják. Jaj, nem már, Rebeka! Jó, oké. Okay. Basszus, vannak, amiket tényleg nem akarok tudni. Na erre a férfiak nem voltak és továbbra is tényleg, tehát erre totál nem. Én ezt nem gondoltam volna, és én azt hittem, hogy... Húj! Jó, nyilván nem. Húj, de... Kicsúszázik, hát vagy nem tudom, basszus, de azt nem gond... Előfordul, nem a belegondolással van a probléma, hanem hogy elképzelem az egészet, hogy mennyire kellemetlen lehet ez az egész. Előfordul az is, hogy amikor a gyerek feje nem jön, aztán jön, akkor magától megöped. Jaj, nem már. Jó, oké. Kiskoromban emlékszem, mikor mindig... El fog eljúlni szerintetek szülésnél? Mert szerintem igen. Totál biztos, hogy el fog. Egész doki csapat nem azzal fog foglalkozni, hogy én szülök, hanem azzal, hogy ő el van álljóba. Istenem, a hideg is kiráz, de tényleg. Tehát amikor kiskoromban mondtam, hogy ne rossz a lányoknak, hogy kell szülni, meg mosogatni. Jó, akkor még úgy gondoltam, hogy a nők mosogatnak, igen, nem csak a csáv. Aztán elkezdtem érni, és Rebeka a kezembe adta a kis dörzsit. Mondom, ez mi? Azt mondta, hogy mosogatni kell, mondom, jó van. Akkor azért kiskorodban nem gondolsz bele ilyenbe, hogy ez... Most már még jobban értékelem azt tényleg, hogy ezt ki tudjátok bírni. Mert az, hogy fáj a szülés, azt egy férfi tudja, de az, hogy ilyenekkel jár. Basszus, hogyha ott megvágnak és összevarnak utána, persze tudom, hogy alapvetően is nehézkes a járás után, de még nehézkesebb a járás. Tehát konkrétan nem tudsz napokig lábra állni és csoszogni, mert hát, pont ott. Pedig. Jó, haladjunk tovább, mert ez most egy kicsit nekem így sok. Biztos így van, mert ezen én is szoktam, csak én hangot is adok neki. WC-tisztítás közben arra gondolok, hogy vajon ő tudja, hogy én tudom, hogy néha mellé is megy. Nagyon jó, ezt így leírták. Imádom, amikor sikálod a budi mellett a padlót, és azon gondolkozol, hogy tisztában van vele szerintetek? Tehát képbe van?
Én nem tudom, tehát ezen próbálunk mi változtatni, de szerintem lehetetlen. Így van az univerzum. Mert figyelj, mondom a megoldást, kapaszkodj. Na. Leteszed a seggedet. Nem ülök le, nem ülök le pisilés közben. Nem ülök le, nem pisilünk ülve. Kész. Állva pisilünk. Néha telózunk, mert hogy azért menj félre. Mondok még egy megoldást. Igen. Mostantól te takarítod a WC-t. Lehet, hogy rá kéne ülni. Majd akkor le fogsz ülni. Tisztában vagy vele, hogy én is, mint rengeteg másik nőtársam, gyantázunk. Gyantázunk, gyantáztatni járunk. Igen. Ez alól nem kivétel, ugye a... Igen. Sem. És azon a területen van egy olyan gyantázási fajta, amit úgy hívnak, hogy brazil gyanta. Ez jelenti ismerős azt... Ismerős a neve. Hogy totál kopasz. Igen. All over. Igen. És azt tudtad, illetve tudtátok, férfiak, hogy a brazil gyantánál a popi gyanta is beleszámít? Tehát miután kész van a punani, a kozmetikus vagy a gyantázó akárki közli veled, hogy oké, most akkor fordulj meg négy kézlábra és húzz szét a popidat, és jöhet a... Igen. Hogy... Felke... Jó, én még nem voltam ilyenen. Még. De bakancs listás. Muszáj lesz elmenni. Hogy... De mondjuk ezután biztos nem fog, hogy fel kell térdelni? Hát úgy, hogy nem konkrétan, de hogy így... Igen. Be kell hajolni, és akkor széthúzod a popidat, és ott is legyantázzák. Viszont hozzátenném egyébként, hogy a legkevésbé fájdalmas rész, tehát hogy ott így konkrétan nulla. Hát ez a... Főleg a punani gyanta után ott már semmit se érzem. Csodálatos. Alright! Én nem fogok menni. És az utolsó... Na, sikerült kiakasztani az életbe az első részbe. Ez egy részekből áll össze, oké? Okay? Részekből? Igen. Amikor a nők menstruálnak. Igen. Akkor tudjuk, ugye, hogy nem tudják irányítani, hogy mikor jön, mikor nem. Igen. Nem folyamatosan folyik, időszakosan jön. Ezt tudjuk. Igen, nem untat, totál ki vagyok akadva egyébként. Most akartam mondani, hogy untatlan? Nem. És azt tudjuk-e, hogy amikor másik közben tüsszentünk... Ne! Ezt nem mondod komolyan. Akkor Kát és a Niagara az. Ezt nem mondod komolyan. Tényleg? Persze. És mi van, hogyha, ne adj Isten, pont nincs bent semmi? Hát az És a pont fehér nadrág van rajta. Az dupla. Ha tüsszent, egyben a panda jutott eszembe, amelyik tüsszent az állatkertbe. Ha tüsszent ezt, akkor ott biztos? Hát, ha már megjött, akkor igen. Ha meg nem tudsz róla, akkor még gáz. Ez a nap, ez oda van. Az egész. Az a baj, hogy bármit szólnék hozzá, nem tudnék hozzá. Tehát, hogy, mármint, hogy össze vagyok már zavarodva, hát a mondatokat se rakom jól össze. Ezt se tudtam, de ez viszont zseniális. Hát annyira nem, de így van. Mekkora troll az univerzum, vagy az Isten, vagy bárki akár, de hisz tényleg, tehát hogy ez elképesztő. Nekem ez eddig a kedvencem. Bárcsak nektek. Ezután basszus, mindig, hogyha tiszteteszik, akkor megjött rád, ezek, hogy na? Hát most hagyjuk egy-két napig, hogy írjanak új tényeket a komment részlebe. Én... Üzenetben várom egyébként az írásaitokat, mert aki szemfüles aztán lecsekkolja. Nem fogom, esküszöm. Felkészülteni. Nem fogom megnézni a komment részleget. Ez lett volna az első ilyen videó, hogyha tetszett, akkor ezt mindenképpen mutassátok ki, dobjatok egy lájkot is, segít nekem is. Segít az algoritmusnak is, hogy egy kicsit felkapja a videóimat, viszont ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, szabad világban élünk. Neked itt a... Tehát nekem a függöny lemegy. Zoned Out Bencének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ebben a videóban, és végighallgattad a mondandómat, illetve a mondandónkat a csajokkal. Köszönöm, hogy itt lehettem. Esküszöm, le vagyok döbbenve becsület számomra. Köszönöm, és várom a következő részeket, és ne felejtsétek el megnézni az én videómat, mert hogyha ezen most én ledöbbentem, a másikon meg sírni fogtok tényleg. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!